Nem tudom, hogy mennyire szoktak ilyenkor esetlegesen mondjuk arra figyelni, hogy milyen előadások vannak egy-egy színházban, de azt hiszem, hogy most hozunk egy kis ajánlót, egy kis ízelítőt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Tóth Aliz színésznőnek, hogy elfogadta meghívásunkat, és dr. Sződi Szilárdnak, hogy itt van velünk, mint rendező. Mi is köszönjük szépen. Ugyanis március 19-én, ha lehet úgy fogalmazni, egy ősbemutató lesz. Mégpedig a szegény Déli Mári színdarabról. Mielőtt mondjuk tovább megyünk, mint monodráma vonatkozásában, de miről szól maga a színdarab? Maga a történet Lantzendorfer Zsuzsanna néprajzkutatónak gyakorlatilag ballada gyűjtése kapcsán íródott egy könyv 2003-ban. Ez a Vérző Lilium címet viseli, és Zsuzsanna ballada kutatása teszi ezt ki, ami az 1870-es években játszódó történetről szól. Felpécen történt egy gyilkosság esete, és ezt írja le Zsuzsanna, mindenféle dokumentációval, képekkel, gyűjtött ballada részletekkel és zenékkel. Tehát ő népdalokat is gyűjt, és különböző a megzenésített változatait is gyűjti ezeknek a balladáknak. És Gül Csaba, az ő szerzőtársa, pedig írt ebből egy monodrámát. Ez egészíti így ki a művet, és gyakorlatilag ez a könyv maga a kutatás, és az abból íródott monodráma. És mi ezt fogjuk így színpadra vinni. A Zsuzsanna műveiből is átemelünk a maga a kutatás részéből is, illetve a Csabának a monodrámáját fogjuk játszani. Bizonyos dramaturgiai beavatkozásokkal természetesen, és nagyon a művésznőre szabva, hogy úgy mondjam. Gondoltam, hogy azért itt a maga a művésznő az egy nagyon kulcs szerepe, hiszen sokszor, hogy ekkor ez egy monodráma. Igen. Olyan műfajt találtunk ki neki, ez nagyon nehéz. Ami még, igen, mondjuk mi találtuk ki ezt, hogy ez balladajáték. Tehát nem annyira monodráma olyan szempontból, hogy valaki áll a színpadon és mondja, hanem bizonyos fajta mozgásrendszer, zenei szerkezet és hát egy szép drámai építkezés zajlik a színpadon. Mert hogy tényleg ezt vagy jól lehet csinálni, vagy sehogy. Hát mi törekszünk a jóra, nem? Természetesen. Mert hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy lehet. És ilyen szempontból a rendezőnek is hihetet, mindig. Itt is látjuk, hogy nagyon fontos, hogy a rendező. De egy ilyen esetben azért, hogy lehet átadni, az nagyon fontos. Akkor jó egy akármilyen színházi tett, hogyha a rendező nem látszik rajta, szerintem. Tehát, hogyha látszik rajta, hogy rendezve van, akkor az ott kilóg a lólábat. Ott valami nem stimmel, szerintem. Nagyon fontos együttműködni a munka során a szereplőnek és a rendezőnek. Elsősorban gondolatilag kell nagyon egyezniük, tehát a színész ellenében nem érdemes rendezni. A színésszel együtt érdemes, és én teljesen félkarú óriás vagyok, hogyha nem kapok visszaimpulzust, tehát én képtelen vagyok úgy dolgozni, hogy ráerőltetem valamilyen gondolatomat, vagy eszközömet, vagy valami olyan hangsúlyt akár, ami nem sajátja lenne a színésznek. De gondolom, ön is így van ezzel, nem? Tehát, hogy ez ugyanezt el lehet mondani, hiszen igen, hogyha ott áll ön, igen, de nincs egy jó rendező, akkor azt elég nehéz kivitelezni. Igen, azért ez nagyon egy hálás dolog, amit a Szilárd mond, mert hát szerintem két eset is fennáll, hogy vagy a rendező belediktálja tényleg a saját akaratát a színészbe, és az sem jó feltétlenül, vagy pedig az eset áll fenn, hogy nincs meg ez a kölcsönös tisztelet olyan szinten, hogy rámerem bízni magam a rendezőre, tehát ilyen is előfordulhat, és azt érzem tényleg, hogy mi tudtunk úgy ehhez az anyaghoz nyúlni, hogy benne tudok én úgy lenni, hogy szabadon, és el fogom tudni úgy mondani ezt a történetet, ahogy én is szeretném, és jól érzem magam benne, és hiszek benne. Ez, tehát, hogy igazán mennyire tudta mondjuk a maga darabot így sajátjának érezni? Tehát, hogy ez így... Nagyon is. Tehát,
Mert hogy valaki kiáll, tehát most bocsánat, ön egy nagyon fiatal hölgy, és az, hogy bemerjen valaki vállalni egy ilyen monodrámát, tehát az kell egyfajta hihetetlen felkészülés, vagy hihetetlen átélés, hogy ezt kellőképpen át lehessen adni a nézőközönségnek. Igen, érdekes, mert volt bennem egy keresgélés, tehát mi egyébként Szilárddal is egy versmondó verseny kapcsán kezdtünk el közösen dolgozni, és előtte is jártam hozzá versműhely foglalkozásra, tehát alapvetően innen indult már egy érdeklődés, hogy szeretnék valami saját előadást csinálni, és nagyon elkezdtek érdekelni a balladák, ez a világ, amit ez az érdekes műfaj adhat, és gyakorlatilag így találtam magát ezt a darabot is, tehát rábukkantam részletekre, és úgy kerestem föl Zsuzsannát, hogy elkérjem tőle a kéziratot, erre engedélyt kaptunk, sőt, mi több, nagyon kíváncsiak rá, és ők is majd tiszteletüket teszik a premiéren, úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy abszolút szeretettel és érdeklődéssel viszonyulnak a rendezés a darab felé, és gyakorlatilag innen ered nekem ez a keresgélés. Na most ez, hogy ballada, az picit megtévesztő olyan szempontból, hogy se nem népballada, se nem ismert szerző, mondjuk egy Arany Jánosi ballada, hanem a 19. század utolsó harmadában nagyon sok ilyen ponyvára készült ballada született meg, tehát újsághírből, eseményből, ami ugye hát nem volt se rádió, se televízió, semmi, hogy szájról szájra terjedtek a dolgok, és hát nagyon izgalmas az, hogy egy fiatal lányt megölnek, és megtalálják a tettest, és akkor ennek a nyomozása, és hogy ez hogy él a faluba, hogy üzen ez a többi fiatal lánynak mondjuk. És akkor ebből aztán egy ilyen nem olyan nagyon magas művészi szinten, de nagyon izgalmasan megfogalmazott, és több variáns ballada születik. És akkor ezek is benne lesznek a műsorban, jó részt az alapszínjáték és a dokumentumok is, és ez így egymásra épülve kiad egy sorsot, egy gondolatsort, egy véleményt is, és egy kicsit a bántalmazásról is szól, ami most nagyon a levegőben volt nem régen, meg még most is. Tehát amikor egy férfi hatalmába kerül erőszakosan egy nő, és ennek milyen vége van, és milyen tanúságai vannak. Ilyen értelemben aktualitása is van. Igen, igen, tehát hogy mit üzen a mai kor ember számára, és ez sajnálatos, hogy éppen most akkor pörögtek fel azok az események, amikor, ha lehet azt mondani, hogy úgy valami hasonló folyamat zajlott, és akkor most született meg az ítélet a bíróságon, aztán most mindenki erről beszél, tehát hogy ugyancsak egy fiatal lánynak a gyilkossága. Tehát, hogy mit üzen a mai korembere számára, vagy mi az, amit hordoz? Hát egy mondatban nem hiszem, hogy meg lehet fogalmazni, de azért megpróbálhatod. Én amit érzek benne... Több rétegű a mondatnak. Én amit érzek benne még az egész darabban, belecsöppenünk a történetbe, és felvázolja a lány monológia, hogy nagyjából mi történik, és hol vagyunk, és kik a szereplők, mi a környezet. És gyakorlatilag az első néhány jelenettől fogva az ő lelki útját követjük, hogy hogyan tud elengedni dolgokat, hogyan tudja feldolgozni ezt az eseményt. Tehát magát ezt a lelki hozadékait gyakorlatilag ennek az eseménynek, ami sorsfordító és egy olyan elementáris erővel ható esemény, hogy végig ezt követjük nyomon gyakorlatilag, hogy lelki úton mit élő át. De azért áruljuk el, hogy ott a fikció azért az, hogy ez a lány meghalt. Tehát a felidézése történik, mint egy kikelve a sírból, vagy leszállva a ravatalról, mondja el saját maga a saját történetét, tehát ez a fikció benne, de az életút az ebben is nagyon szépen megmutatkozik, meg hát a küzdelem egyáltalán a bűnnel, a bűnhődéssel, a esetleg a viktimológiával, hogy hívta fel magára a figyelmet, ez egy csomó rétege előjön a dolognak. Ez egy nagyon izgalmas és nagyon összetette a... Tehát, hogy ez a, tehát ha lehet azt mondani, hogy mit üzen a mondjuk a mai kor embere számára, tehát hogy adott mondjuk egy folyamat, ami mondjuk lezajlik, és akkor hát ez... Ilyen szempontból, hogy ez nem éppen azt lehet mondani, hogy valami egy ilyen nyíl egyenes, hanem hogy nagyon sok rétegen építkezik, míg végül aztán maga a végkifejlet az, ami. De ahhoz, hogy ez idáig eljussunk, akkor ez nagyon összetett.
Hát szerkezetében is eléggé követi a kvázi a ballada szerkezetet, olyan értelemben, hogy nem egy egyenes vonalú, lineáris elmesélése a dolgoknak, hanem különböző idősíkokban is, és előbb történésekben, emlékekben, következmények felvázolásában, egy csomó dolgon, tehát követni kell, amit nagyon jól lehet is követni szerintem a történetet. Tehát nem egy ilyen szájbarágos, most elmondom, hanem rá kell jönni, hogy miről van szó. Tehát a nézőt is egy bizonyos mértékig bekalkuláljuk, hogy meg kell mozgatni a néző fantáziáját és érdeklődési körét. És akinek esetleg most fölkeltettük az érdeklődését, ez hol lehet majd megtekinteni? Ez a Fém Árcent Káfé nevű színházban tekinthető meg, március 19-én este 7 órakor. Jegyeket, gondolom, akkor már elővételbe lehet venni. Így van, jegy.hu-n elérhetők, illetve a fémarckafé.hu weboldalon. Ez egy 6. kerületi új színház, úgyhogy... Befogadó színház. Befogadó színház, nagyon változatos darabokkal. A Váci utca és azt hiszem az Irány utca sarkán van, és az Irány utcából van a bejárat, ha jól tudom. De jó, na, de ezek legalább örülök, hogy így akkor tőlük is lett egy darab ide eljutott hozzánk, mert hogy megmondom, én még nem hallottam róla, de szerintem ez mi? Nem olyan régi. Nem olyan igen, régi? Ez egy új színház, ez a második évada, és az író rendező, egyben színházigazgató, aki csinálja ezt a színházat, néhány kollégájával építette gyakorlatilag a semmiből ezt a színházat. Azért ez jó hallani, nem? Tehát, hogy így azért a ma a nagyon változatos a programja éppen emiatt, mert ugye ez nem saját társulattal rendelkező és saját műsorpolitikáját követő valaminek, érzem én legalábbis, hanem befogadó a jó értelemben, akik jelentkeznek programmal, azokat befogadják. Vannak saját előadásaik is, csak annyira... Egy ilyen kereső, független színházi attitűd azért van szerintem az ottani emberekben és az igazgatóban nagyon is, hogy tényleg a kiállításoktól kezdve, irodalmi esteken át, külföldi tánc előadásokig mindenféle előadást befogadnak, úgyhogy abszolút szerintem független színházi kereteken belül nagyon izgalmas és nagyon elhivatott az, ahogy ezek az emberek csinálják ezt a helyet, úgyhogy ezért is választottuk ezt a helyszínt. És van még egy előnye, hogy nem nagy. Tehát ilyen 60 személyes nézőtér, tehát mindig, intimitás. Igen, tehát mindig közelebb, igen, tudja, igen. Az is főleg egy ilyen darabnak, azt hiszem, hogy ez sokkal fog, tehát fontosabb, hogy átadható legyen, érezhető, tapintható legyen maga az előadás. Igen. Na, hát akkor Fém Arts Café, tehát akkor majd nézni fogjuk, figyelni fogjuk, és hát viszont ez egy jó hír, hogy a mai nehézségek ellenére is azért vannak azért még kezdeményező kreatív személyek, akik valami pezsgés hoznak ide a művészet világában. Gratulálunk, és itt egyszer kerül, most ez egyszeri adás, előadás nem, lesz? Nem, azért ez most, ha valahol ugyanígy, ugyanezen a helyen? Ugyanezen a helyen lesz még kettő plusz, ami még igen, hát már, tehát havi egyet fogunk játszani egészen júniusig, amíg tart az évad, és utána meglátjuk, hogy esetleg fesztiválra, Árszakra fesztiválra, valamilyen fesztiválra szeretnénk vinni, és meglátjuk. Hogy... Nagyon könnyen szállítható. Igen. Nem akartam mondani, de végül is igen, tehát hogy így minimál art. Tehát, hogy gondolom azért kell valamilyen. Kell egy minimális világítás, bútor alig, egy darab láda van benne, és gyertya és gyufa, ezt mindig tudunk. Biztosítani. Addig valami, ki tud ragadni bennünket azért. A zenét pendrive-on tudjuk vinni magunkkal. Úgyhogy meg lehet hívni a produkciót, ezt csak azért mondtam. Mondjuk pont erre akartam rákérdezni, csak aztán gondoltam, hogy nem akarok önöket zavarmozni, de akkor ez végül is lényeges. Tehát, hogy mert sokszor tényleg az van, hogy vidéken olyan jó lenne, hogyha most nem akarom, nem a lesajnált vidék, hanem hogy tényleg mik azok a produkciók, és sokszor-sokszor küzdenek a polgármesterek, a kultúrotthonvezetők, hogy mi az, ami még belefér, mi az, ami megoldható, és sokszor úgy van, hogy hát színház, akkor azt ne, de közben viszont a kultúra, hát ugye erről is szól, tehát hogy van itt akkor egy szál gyufa, egy gyufa, egy láda, és közben valami plusz tudunk adni, tehát azoknak az embereknek, akiknek mondjuk nincs meg a lehetőség, hogy Budapestre utazzanak.
Hát ő a legfontosabb benne, akár hát két biciklivel el tudunk menni bárhol. Hát legyen így mondjuk egy jó nyári fesztiválra a Balaton környékén. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és akkor hát további jó munkát. Köszönjük akkor gondolom, még azért a próbák zajlanak. Igen, köszönjük, így van. És akkor még egyszer akkor az ismétlés a tudás anyja, tehát március 19-én 19 órakor a Fémárc Caféban itt Budapesten. Így van. Köszönöm, további köszönjük szépen.